Köszöntöm nézőinket, ismét egy ismerős arc a stúdióban, Rudolf Lászlót köszöntöm szeretettel, aki Bátaszékről érkezett hozzánk, és azt hiszem, hogy önben az az érdekes, hogy ebben a műsorban, amikor az ismerős embereket bemutatjuk, akkor csak egy adalék a hobbi. Mindig megkérdezem, hogy mi az, ami kikapcsolja éppen aktuális vendégemet, ami esetleg egy különlegesség, ami tényleg egy olyan plusz az életében, ami a mindennapi stressztől egy kicsit feloldja az embert. Na most az ön esetében az a dolog érdekessége, hogy itt tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a hobbikon keresztül fogjuk önt megismerni, és azt hiszem, hogy ez nagyon ritka, hogy egy ember életében ennyi különleges van, mint az ön életében. Szinte nehéz választani, mert azt mondhatnám, hogy minden területről lehetne bő fél órát beszélgetni, nem csak szűk fél órát, mint jelen esetben, de én azt hiszem, hogy ismerjük meg először a sakk tevékenységet, hiszen ha jól tudom, akkor a kronológiában ez volt az első, és a sakknak is egy különleges változata. Igen. A hexasak, bár előtte az el kellett kezdenem sakkozgatni, valahogy a általáskolában egy barátommal elég sokat játszottam, gimnáziumban, gimnáziumi bajnokságot szerveztünk, ott többször nyertem, akkor kezdtem el levéssakkal foglalkozni, és amikor kikerültem külföldre, Szovjetunióban egyetemre, ott már komolyabban versenyszerűen ment a sakkozás, a hazajöte után pedig hát Bátaszéken kezdtem csapatban is játszani, megyei csapatbajnokságban. Ez a 79-80-as évfordulán volt, és 1980 egy nagyon komoly dátum a magyar hexasakkozás történetében, ugyanis akkor ismerkedtem meg először a hexasakkal egy újságon keresztül. Írtam a cikkben szereplő Lengyel Klub címére, oroszul ez nem volt gond, és kértem tőlük egy részesebb tájékoztatót, sakktáblát. És ebben a válaszlevélben, amit megküldtek, már szólt egy meghívás Londonba az első nemzetközi versenyre. Én jelentkeztem, mint utólag kiderült, körülbelül 100-an érdeklődtek Magyarországról, de az utazást egyelőre csak én mertem vállalni. Hát most 1980-ban nem sokkal a katonaság után elég nehéz volt kikerülni Londonba, de azért az utolsó pillanatban sikerült megoldani az engedélyt, vízumokat, és hát vonatra szálltam, kiérkeztem Londonba, úgyhogy előtte én a hexasakkot gyakorlatilag csak hát könyvből, tábláról és a nagybátyámmal való mérkőzések, gyakorló mérkőzésekből ismertem meg. Kint, hál' Istennek, 4 napon volt a verseny kezdetéig, hiszen előtte a lengyel és az angol válogatott játszott egymás a 2 napos páros mérkőzés, közben jött a hétvége is, és én ez a 4 napot gyakorlatilag éjjel-nappal csak hexáztam a leendő ellenfeleimmel. Most ez sokat segített abban, hogy amikor elkezdődött a verseny, érdekes mód, ez pont a 25. születésnapomra esett, akkor már az első mérkőzést sikerült megnyerni, és annyira jól ment a játék, hogy végül a második helyen ködöttem ki. Na most, úgy, hogy előtte? Előtte gyakorlatilag nem, mert egyszerűen Magyarországon még nem létezett a hexasak. Akkor lehet azt mondani, hogy a hexasakot önön keresztül ismertük meg mi magyarok? Igen, igen, ezt szerintelen. Tehát nem kell szerénykedni. Mondhatom, nyugodt. Igen, hiszen a londoni sikeremről annak idején híradást adtak a különböző újságok, ott volt a MT londoni tudósítója, és mire hazaértem, valóban már érkeztek levelek, és érdeklődtek az emberek, hiszen annak idején az Interpress magazint kevesebben olvasták, és hát, hogy mi ez a hexasak, írjak nekik, küldjek nekik szabálymagyarázatot. Én kint Londonban Vladislav Glinskinek, a hexasak feltalálójának megígértem, hogy igyekszem Magyarországon népszerűsíteni ezt a sportágat, és hát hoztam néhány szabályfüzetet, amit utólag itthon stencileztünk, akkor még más technika nem igen volt, igyekeztünk is magyarázó szöveggel ellátni, és az érdeklőknek küldtünk. Akkor eljött az idő, amikor már nem csak szabályfüzeteket kértek, hanem táblákat is. Akkor egy barátommal, Dalos Endre barátommal, Mohácson a nyomdában nyomtattunk először hexasak táblákat, és megszerveztük az első levelési versenyt, hiszen az érdeklődők az ország különböző része éltek, de szerettek volna játszani. És első alkalommal, tehát levelési sakk révén, pontosan levelési hexasak kezdődött Magyarországon, még 1980 őszén. A következő lépcső pedig már maga a tábla melletti verseny volt, és 1981 márciusában Bolyban került sor az első, akkor még nem bajnokság, nem, és egyszerűen az első magyarországi sakkversenyre. Tehát gyakorlatilag 80-81-re elértünk oda, hogy már verseny is volt, és onnantól kezdve, de egészen a 90-es évek elejéig szinte szárnyalt és felfelé ívelt a hexasak magyarországi pályafutása.
Azt árulja el nekem, én bevallom őszintén, hogy abszolút laikus vagyok. Én nem vagyok egy nagy sakkozó, természetesen némi fogalmam van a játékról, de azt végképp nem tudom, hogy a hexasaknak mi tulajdonképpen a lényege, ha röviden beavatna bennünket. A legfontosabb különbségek a úgynevezett hagyományos sakktól a következő. Tehát egyrészt a táblának a formáját majd a nézők ami is megnéznek. Is, igen. Hatszögletű, tehát maga a tábla formája, és a hatszögletű tábla hatszögletű mezőkből, hasonlóan mély kaptárhoz, tehát úgy épül fel. Most ennél fogva minden egyes mezőnek nem csak négy oldal és négy átlós irány, mint a hagyományosak, hanem hat oldal, hat átlós irány. Ez azt jelenti, hogy sokkal több a lépés lehetőség, megnövekszik a kombinációk száma. Nehezebb is, gondolom. Nehezebb bizony. Több figura is van, ugye, és a táblát másképp nem sikerült megoldani a figurának a felállítását, hogy egy gyaloggal van több, és egy futóval. Ugyanis a mezőket, az összesen 91 mezőt, tehát a 64-es szembe 91 mezőt, három színnel kellett valahogyan kifesteni, hogy azonos színű mezők ne legyenek egymás mellett. És így alakult, hogy akkor három futóra volt szükség, tehát összesen a hagyományosakban a 16-16 figurával ellentétben egy 18-18 van. Meddig jutott a hexa sakkon belül? Tehát mi volt a csúcsa, mondhatni, ennek a sportnak az ön életében? Hát eljutottam a legnagyobbra a hexa sakkban. Ennek az első lépcsője az Európa bajnokság megnyerése volt, ami nagyon kellemes, és talán még sokaknak emléket is, pont 1980-ben Szekszárdon zajlott a második Európa bajnokság, amit sikerült megnyernem. Utána pedig a világbajnokság következett, 1990-91 fordulóján, azért mondom így, mert szilveszter napján volt a döntő, Kínában, Pekingben sikerült megnyernem a világbajnokságot, tehát gyakorlatilag az első versenyektől kezdve lépcsőzetesen jutottam fel a csúcsra. Na most utána viszont sajnos, és ezt is majd el kell mondanom, hogy hát kis visszaesés következtében nem is annyira az eredményekben, mint inkább az, hogy kevesebb versenyt tudtam már részt venni. Ennek mi volt az oka? Hát egyrészt családi okai vannak, részben azért, mert házasságom révén elköltem Borsod megyébe, 6 évig Miskolc, illetve Miskolc mellett laktunk, de a sakkal ott sem, a hexasakkal ott sem szakítottam. Közben született két lányunk, ők már most 16, illetve 14 évesek, és hát követték apjuk nyomdokait, és mind a ketten sakkoznak. Anna lányom elég komoly szinten, hiszen többször is kocsodos országos bajnok, jelenleg is a görögországi világbajnokságra készül. Kata is volt 10 éves korában kocsodos bajnok, ő azért már kevésbé foglalkozik komoly a sakkal, de csak egy példa, legutóbb Szekszárdon a megyei villám sakkbajnokságon, utolsó volt, pont ő vert meg engem, és ezzel leszólított a dobogóról, úgyhogy neki is vannak azért lehetősége. Hát én most úgy döntöttem, hogy fontosabb a lányoknak a versenyeztetése, és elsőbb olyan versenyeken indulok én is, ahol velük együtt tudok. Nagyon sok helyre kell Annát külön elvinni, edzésekre, komolyabb versenyekre. Idén tagja volt a magyarországi válogatottnak, Balaton Lellén, az Európa bajnokságon, ahol a lánycsapat ugye a 6. lett, de Anna érte a legjobb eredményt a leánymezőnyben, ezért külön díjat is kapott. Idén már ért el nemzetközi mesteri normát is, jelenleg az értékszám jóval magasabb, mint az enyém, és saktudásban is már fölöttem áll, és ennek én örülök, büszke vagyok arra, hogy többre vitte, és még hát reméljük, hogy van előtte. Nem áll meg. Igen. Tehát pont emiatt került kicsit háttérbe a versenyzés a hexasakban, tehát utóbbi néhány évben sajnos nem jutottam versenyeken, de én bízom benne, hogy ha nem máskor, akkor a 25 éves jubileumkor, ugyanis 2005-ben lesz majd 25 éve, hogy első alkalma Magyarországon, tehát megismerkedtünk hexasakkal, hogy akkorra szervezek Bácséken egy emlékversenyt, és remélem, hogy akkora sikerül végül nagy álmat egy hexasakról szóló könyvet is kiadni. Ezzel már kicsit utalt a későbbi témákra, hiszen ahogy a bevezetőben mondtam, itt azért nem állunk majd meg mi a saknál, de azért még ne lépjünk tovább, ugye, hát Kína, azt hiszem, hogy maga ez az ország, oda eljutni, ez egy fantasztikus dolog, és hogy egy világbajnoki címet megszerezni, hát az pedig, én azt mondom, hogy egy ember életében a legmagasabb, ahová el lehet jutni, legyen az bármely terület. Mégis kérdezem azt, hogy két kérdés van bennem. Az egyik az, hogy a környezetében a mai napig tudják-e önről, hogy tulajdonképpen egy világbajnokkal állnak szembe, illetve hát anyagias leszek, mit hozott önnek ez a világbajnokság, vagy akár az a dolog, hogy a hexasakkot azt Magyarországra ön vezette be. Meg lehetett ebből gazdagodni?
kezdem a második kérdést adom a válaszsal, nem. Tehát a hexasak nem egy olyan elfogadott sportág. Még a sakkból is csak a legjobbak tudnak megélni Magyarországon, tehát nagyon kevés azoknak a szám, akik valóban csak a sakk versenyzésből élnek meg, hexasakból még kevésbé. És talán ez is volt a probléma, hogy a rendszerváltás után nagyon sok olyan támogatónk nem tudott már minket támogatni a versenyek szervezésével, akik korábban rendeztek komoly versenyeket, akár csak itt Szekszárdon megyében, vagy országszerte. Egyrészt a versenyek száma is kevesebb lett, a versenyzők száma is kevesebb, és hát a legtöbb hexázó az innen ilyen magánzó volt, tehát magányos farkas, akinek esetleg még egyesülete volt. Nekem, hál' Istennek, legtöbbször ott volt mögöttem a Báczéki Sportegyesület, vagy pedig most néhány év óta jön állam a Báczéki Sakklub. Tehát a versenyeken való indulása nem volt gond, de ebből néha jelképes díjakat, ha megnézzük a világbajnoki trófeát, egy gyönyörű váza, amit nyertem, de mellette nem volt semmilyen pénzjutalom, úgyhogy sokszor inkább én áldoztam arra, hogy játszhassak. De nem gond, hiszen úgy érzem sokszor, hogy az erkölcsi siker az fontosabb. És akkor itt visszatérnék az első kérdésre, hogy még sokan tudják, és ha sakkozókkal találkozom, hiszen most a lányaim elég sokat utazom, akkor ők hozzák általában szóba, és engem sokszor feszélyez is, ugyanis... Igen? Igen, igen. Tehát tudom, hogy mit jelent az hexasabb a világbajnoknak lenni. Mindig azt mondom, hogy ha Portis Lajos elindulna a hexasak versenyen, előbb-utóbb ő lenne ott a legjobb, hiszen annak ide volt a legjobb magyar sakkozó. És ugyanez igaz más sakkozókra is, csak a hagyományosabban már komoly szintet elért versenyzők, nincs arra idejük, hogy egy újjal foglalkozzanak, és ezért nem indulnak. Én büszke vagyok arra, hogy sikerült elérnem, de mellette tisztában vagyok, hogy nekem a hagyomásokban milyen kvalitásaim vannak, és tehát én nem teszem olyan túl magasra. Szerényen belül. Igen, igen. Hát én azt hiszem. Igyekszem. Tehát jó dolog, hogyha megemlítik, de igazából én nem szoktam ezzel dicsekedni. Ha szóba hozzák, akkor inkább megmondom őszintén, most már lányaimmal szoktam dicsekedni, és hát és van miért. Lányos apaként azt hiszem, ez külön érthető. Talán, hogyha váltunk egy kicsit a saktól, akkor remélem, hogy még mindig a kronológiát követem. Ugye már említettük itt azért Kínát, hogy ez egy olyan úti cél lehet, amire sokan vágynak. De talán az ember nem is gondolná önről, hogy hát a sakk, ami tulajdonképpen egy asztalhoz köti az embert, és ez egy szenvedély, hoz egy olyan szenvedély, talán éppen kitörve az asztal mellől, hogy az ember fogja magát, és expedíciókra indul. Az ön életében ez is megtörtént, ez is egy hobbi. Igen, na most ennek is elég régre visszamutató emlékei vannak, ugye én gyermekkoromban már nagyon érdeklődtem az állatvilág iránt, és eleinte gondolkodtam, most erdész legyek, vagy állatorvos, aztán később a matematika, még később pedig a számítástechnika más irányba terelt el. Tehát akkor de mutatjuk kicsit közbeszúrva, hogy ön a mai nap számítógépekkel foglalkozik. Igen, igen, tehát egy számítógép programozó vagyok, és hát mostanában inkább mondjuk bizonyos részterületet kiadványszerkesztéssel, és hát majd szóba kerül a családfoglalás, amivel foglalkozom. De az állatok, az állatvilág, a természet iránti szeretet az megmaradt mindig bennem, és az utazások. Tehát korábban is, még gyerekkoromban is eljutottam akár Magyarországon valahova, egy új helyre, ahol nem jártam, az nekem óriási élmény volt. Felderítette. Igen. És így kihasználtam minden olyan lehetőséget, tehát részben a sakkozásnak köszönhetően eljutottam Európában nagyon sok helyre, de a kínai világbajnokság az egy óriási élmény volt. Mellette azonban két olyan expedíciót sikerült belecsöppennem, részben azért, mert kitartó voltam. Az egyik egy madagaszkári Benyovszki emlékexpedíció, amiről annak ide még a Népújság is beszámolt. Ahol, ez mikor volt? Hát ez már elég régen, 1988-ban volt, és megjelent egy cikk a Népsportban, kerestek egy fiatal orvost az expedíciót. Hát én ugye orvos nem voltam, és kicsit akkor is már idősebb, mint a többiek, de mégis jelentkeztem, mert érdekelt. És végül bekerültem a csapatba, mert nagyon akartam, tudtam vinni támogatókat, szponzorokat az útra, és így sikerült eljutni 6 másik, többségében nyíregyházi főiskolás, illetve akkor végzett hallgatóval Madagaszkár szigetére, ahova azért nap mint nap nem jutnak el magyarok. Mit ad egy ilyen út? Mit ad egy ilyen expedíció? Ugye az ember különféle híradásokból látja, hogy vannak, akik ugye a közelmúltban is egy magyar orvos esett áldozatul. Igen. Egy ilyen híres expedíciónak, tehát hogyha kell, az életüket oda teszik. Hát talán az volt a szerencsém, hogy 1988-ban még veszélytelen volt utazni.
Most ez az érdekes, hogy olyan helyekre manapság már szinte európai nem mer elmenni, például Algériába, ahol én 1980-ben szintén jártam, és ott ismerkedtem meg feleségemmel. Ezt most nem mondja komolyan. De komolyan mondom, egy expresses utazás során, igen, tehát ez is egy érdekesség. Sok hely van, ahova szinte már nem lehet elmenni a terrorizmus, a fenyegetések miatt. De annak idején 1988-ban mi nagyon egyszerűen, viszonylag egyszerűen eljutottunk, elröpültünk Tanzániába, oda akkor nem kellett vízum a megérkezéskor. Szerencsénk volt, hogy a reptéren teljesen véletlenül találkoztunk a követség egyik alkalmazottjával, ő azonnal segített nekünk különböző információkban. Volt egy címünk egy magyar professzornak, aki ott tanított Tanzániába a norvég állam alkalmazottjaként egy ottani mezőgazdasági tudományi egyetemen, akit meglátogattunk, felkészültünk a továbbutazásra Madagaszkára, és az akkor mind olyan teljesen természetesnek tűnt. Rengeteg emberrel ismerkedtünk meg ezen az úton, igyekeztünk fényképet. Hát az egész út egy hónapig tartott, és hát ennek volt a csúcspontja, hogy Madagaszkáron a közlekedési viszonyok elég nehézkesek, az ország egy részében működik csak vasútvonal, a közútjaik is olyanok, hogy gyakorlatilag a városok közt nincsen igaziból autóbusz közlekedés, hanem ilyen alkalmi fuvarokkal, úgynevezett bozó taxival lehet utazni, amin aztán Kecskétől kezdve Kókuszdihoz, Szájdmányig minden van. És hát mi is úgy jutottunk el végső célunkra, annak idején Benyovszky Móricznak ott volt egy erődje, kikötője, és ezeket próbáltuk megtalálni, hogy vonattal elmentünk tengeri kikötővárosig, onnan 3 napot hajóztunk egy teherhajóval, aztán utána még gyalogosan még 1 napot kellett, és már oda is már értünk, ott is voltunk. Úgyhogy sikerült megtalálni, de hát gyakorlatilag dzsungel lepett be már mindent, azon a helyen, ahol valamikor az erődje állt, ott állítottunk egy jelképes síremléket Benyovszky Móricznak, és hát visszafelé hasonló módon, annyival, hogy akkor már a 3 napos hajóutazást kiváltottuk egy belföldi kis repülőzéssel, és úgy jutottunk vissza a fővárosba. Félelmetes. Egy kicsit beszéljen arról, ez nagyon érdekel engem, hogy hogy volt ez a megismerkedés? Miért nem lehet a szerelmeseknek saját hazájukban egymással elni? Hát nagyon egyszerűen. Mondjuk Algériához hozzátadik, hogy 1984-ben voltam először ilyen távolabb, egzotikus helyen, Kubában. Akkor is egy ilyen expresses úton. Van még valami, ahol azért mentem először Kubába, ugyanis én kint a Szovjetunióban nagyon sok külföldi diákkal tanultam együtt, és köztük kubaiakkal is nagyon jó barátaim voltak. Az egyik Hector Gonzálesnek, hát részben a sakk miatt, nagyon jó barátja lettem. Mai napig tart a kapcsolat? Hát, sajnos utóbbi években levelés úgy megszűnt, de igyekszünk majd felelemeníteni. Remélem, hogy ott is előbb-utóbb történnek változások, illetve talán az internetezés, ami hozhat újat. Igen. Még én voltam az esküvői tanulója annak idején a Szovjetunióban. Az a lényeg, hogy 84-ben így jutottam el ki, hogy akkor egy csoportos szervezett úton, kint találkoztam vele is, és több más Donetszkben végzett egyetemistatással, és hát nagyon megtetszett az egzotikus ország, hiszen mondtam, hogy engem érdekelt mindig az állatvég, a természet, de azon belül az csak álmaimban létezett, és egy úgynevezett egzotikus országban, ahol vannak majdnem, azt mondom, igazi dzsungelek, hát Kubában talán még nincsen, de a tengeri élővilág a csodálatos, és ezt szabad szemmel megnézni, megkukkantani, vagy pedig begyűjteni olyan kisebb, nagyobb élőlényeket, hiszen gyerekkorom óta érdekelt már általában rovargyűjtés, de később van, amit komoly találtak. Komoly állatgyűjteménye is igen, van. Igen, komoly állatgyűjt, amit láthattak annak idején a szexárdiak is, több alkalommal egyrészt a Babics műfádban, de az egyik iskolában is ki volt állítva. Tehát gyűjtőszenvedély is gyakorlatilag ezeken az utakon alakult ki bennem, hiszen sokszor, ha valaki eljut mondjuk akárcsak Nyugat-Európába, akkor általában annak idején a új divatot követve kereste esetleg a érdekesebb vagy divatosabb ruhacikkeket, vagy esetleg műszaki cikkeket, én pedig a bolhapiacokat, meg a speciális boltokban, ahol tudtam venni mondjuk olyan preparátokat, ami számomra értékesek voltak. Na most a kubai út azért volt érdekes, mert következő évben szintén szerettem volna menni egy hasonló, egzotikus országba, és hát akkor úgy volt, hogy az Express egy algéri utat szervezett, jelentkeztem arra, és teljesen véletlen, hogy a földrajz alszakos tanárnő Bátki Erika is erre az útra jelentkezett, és hát mi ezen úton ismerkedtünk meg, és később elég gyorsan fél éven belül házasságot kötöttünk. Szerelem volt az első látásra? Igen,
és hát gyakorlatilag így kerültem el egy kicsit távolabb Tolna megyétől, hát 6 évig Borsod megyében voltam, utána viszont egész családdal is visszaköltöztünk Bátszékre, szülőfalunkba. Hát félelmetes, komolyan mondom, de még mindig van, amiről beszélnünk kell, pedig már mondhatom, hogy fogytán az időnk, ami most éppen aktuális, és ami talán mondhatom, hogy igazán a szenvedély, ez a családfakutatás, és ebben is azért hadd mondjam, hogy egy olyan címet sikerült elhoznia, amire sokan vágyunk. Egy Guinness könyvet érdemes fellapoznunk, mert Rudolf László neve ott is szerepel. Hát ez is talán kicsit a kitartásnak köszönhető, ugyanis én eddig, amivel belevágtam, azt igyekeztem mindig maximálisan csinálni, és a lehetőségem ez mérten, tehát elmélyülni a dolgokban. Így volt ez a saját családfám kutatásával is, ugyanis édesanyám Bukovinából, hát Romániának az északi részén található ez a rész, annak idején az osztrák-magyar monarchiához tartozott. Ott az úgynevezett madévfalvi veszedelem után, 1764 után, 1770-es évek végén, 1780-ban 5 bukovinai, egy székely magyar falu alakult, és ezeknek a leszármazottja vagyok én is részben, másik oldalról pedig egy bátszégi sváb, tehát édesapám sváb volt, annak idején mondjuk Mária Terézia idejébe telepítették őket, tehát gyakorlatilag kétszeresen is egy ilyen telepes család leszármazottja vagyok. És nagyon izgatott, hogy az, hogy Bukovina, az, hogy édesanyámnak eredeti neve Flexon volt, és még máig se tudom pontosan, sajnos nem tudtam sikert kinyomozni, hogy az ő Flexon őse honnan került Bukovinába. És annak idején azt gondoltam, hogy ha én megcsinálom a családfámat, amire egyébként Bátszégen azért volt kicsit könnyebb lehetőségem, hogy az eredeti Józsefalvi anyakönyvek, édesanyám Józsefalvi származik, a bátszégi plébánián találhatók. De úgy gondoltam, hogy ha már én az összes anyagokat át fogom nézni, akkor lehet, hogy tudok másoknak is segíteni, hiszen nem mindenkinek lesz arra a türelme, és ezért rögtön arra gondoltam, mint programozó, hogy jó lenne számítógépre vinni az összes anyakönyvi bejegyzést, utána írtam egy programot, és ez a program került be a Guinness Rekordoknak az 1995-ös kiadásába. És ezzel a programmal én ennek az adott falunak, tehát Józsefalván, élt, született, illetve bárkinek a családfát gyakorlatilag pár másodperc alatt el tudom készíteni, hiszen minden adatot fölvittem, utána ellenőriztem a születéseket, esküvőket, halálozásokat szépen úgy alakítottam, hogy azok egymást valóban kiegészítsek, ugyanis gyakran előfordult, hogy a papok is valamit esetleg nem pontosan írtak be, de a sok gyerek születése miatt általában ezek a hibák utólag kiderültek. Meddig tartott ez a munka? Hát ez a munka, ez körülbelül 4 évig tart, ugyanis majdnem 2 évig tart azoknak a felvitt. Akkor csak tényleg hobbi szinten, szabadidőmben vittem számítógép adatokat, utána még körülbelül 2 év, amíg az adatokat én úgy teljesen rendszereztem, tisztáztam, mert mondom, elég sok hibát találtam, mert ők voltak hiányosságok, és megírtam a programot. Na most erre eltelt 4 év. Közben jött akkor az igemkor már írtak erről a különböző újságok, hogy hát jó lenne a többi falut is. Na most a következő falu az úgy nagyságrendileg Andrásfalva lett volna, és hát elkezdtem én Andrásfalvába is volna. Igen ám, de közben akkor már a családi és munkai elfoglalása, mert kevesebbet tudtam foglalkozni, és kicsit lelassult a munka, pedig már akkor azt terveztem, hogy jó lenne egész Bukovinát feldolgozni, egy óriási nagy adatbázist, amit nem csak a családfakutatóknak, hanem különböző más témákban kutatóknak is nagyon érdekes lenne felhasználni. Egy ilyen adatbázis mindenkinek, vagy sok területnek tehát hasznos nagyon lehet. Jó lenne. De ekkor jön megint egy kicsit talán szerencsés mozzanat, és interneten keresztül megismerkedtem egy amerikai kutatóval, Elizabeth Longgal San Diegóból, aki pont Andrásfalváról kereste a férje nagymamájának a születés anyakönyvi kiadványát, és hát én ezt megtaláltam Aparhantor a plébánián. Így indult el egy ilyen levelési kapcsolat közöttünk, ami később személyes ismeretség lett, a család eljött Magyarországra, itt találkoztunk személyesen, utána meghívtak viszont engem vissza Amerikába, és gyakorlatilag most már 2000 óta több alkalommal is jártam kint, méghozzá úgy, hogy közösen voltunk először Salt Lake City-ben, és 2 évvel később, tavaly nyáron pedig Kanadában, Regina-ben egy családfogadó konferencián, ahol már a közös munkánk, kutatásaink eredményeit arról tájékoztattuk az érdeklődőket, és nagyon sok ismerős szereztem ezeken a konferenciákon is, és most gyakorlatilag az a fő munkám, hogy egyrészt a bukovinai családfák
és az adatok felvitelét folytatom, ez a hobbi része, de mellette nagyon sok amerikai és kanadai ismerősnek próbálom elkészíteni a saját családfáját, és emiatt elég sokat kell utaznom Romániába, Jugoszláviába, hiszen ezek az anyagkönyvek számukra nem hozzáférhetők. A többi a mormon egyház révén, akik annak idején mikrofilmre vették gyakorlatilag az összes elérhető anyagkönyvet, így például a magyar anyagkönyveket is ők ott Amerikában is tudják nézni mikrofilmeken, viszont Románia és Jugoszláviából kimaradt. És akkor itt jön a helyismeret, nyelvismeret, és hát elég sokat utazgatom. László, én komolyan mondom, nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy letelt az időnk. Én szerintem még, én nem is tudom, hogy még mi derül neki önről. Azt azért így zárásként tényleg egy mondatban hadd mondjuk el, hogy jelenleg most már ott tartanak a dolgok, hogy székelyfüzeteket készít. Ezek kerülnek kiadásra, és a következő állomása, hogy már Bátaszék saktörténetével kapcsolatban is említette, a könyvírás lesz. Igen. Én nagyon-nagyon remélem, hogy legközelebb akkor már arról fogunk beszélgetni, hogy éppen megjelent az első könyve, és mehetünk a könyvbemutatóra. De én komolyan mondom, hogyha bármi még történik, én állok elébe, és biztos vagyok abban, hogyha még lenne időnk, akkor találnék én még olyan dolgot, amitől szintén leesne az állam. Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is bízom benne, hogy találkozunk körülbelül egy év múlva az első könyvem bemutatóján. Nagyon szépen köszönöm, László, és további sok sikert és kitartást kívánok, hiszen ahogy említette, ez az egyik legfontosabb, és tényleg nagyon nagy élmény volt önnel beszélgetni. A nézőknek köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra!